Elindult a Múzeum utca plusz elnevezésű rendezvénysorozat Pécsen. A Káptalan utcában étel és italárusok kínálják portékájukat, a Janus Pannonius Múzeum udvarain pedig különböző foglalkozásokon vehetnek részt a látogatók. Ilyen például a római kori játszóház, ahol többek között gyöngyökből készíthetnek ékszereket a vendégek, de a fémkeresőt is kipróbálhatják, a kicsik pedig a régészek munkájával is megismerkedhetnek. Illetve vannak még római viseletmásolataink, amiket föl lehet próbálni, illetve partner program pedig az Interreg Easter program, akik a mellettünk lévő asztalnál egy kincskereső játékkal készültek az embereknek, amit a városi séta során lehet itt ilyen pécsi nevezetességeket felfedezni egy kicsit ilyen interaktív módon. A múzeum komoly római kori gyűjteménnyel rendelkezik, ezért is hívták életre ezt a programot a kiállítótér munkatársai. Mivel mellettünk van a Szopiáné régészeti kiállítás, ezért egy kicsit ahhoz is igyekszünk kapcsolódni, illetve ez az Interreg projekt, ami itt a szomszédunkban található, szintén egy római kori projekt, ami római úthálózatokat mutat be, és 27 országot köt össze, olyan országokat, ahol ezek a római utak egykor megtalálhatóak voltak. Emellett egyébként még augusztus 21-ig számos program várja az érdeklődőket. Irodalmi előadások, kiállítások, koncertek és gyermekfoglalkozások közül válogathatnak az érdeklődők. A programokról érdemes az esemény honlapján tájékozódni, ugyanis az esős időjárás befolyásolhatja a rendezvény menetét.